itt vagyunk Rikári természetes élőhelyén, illetve hát már nem, de a régi természetes élőhelyén. És igen, mielőtt megírjátok, hogy nem olyan jó a kép valóban, ez egy régi kamera, amivel most dolgozom, és ennek az oka pusztán az, hogy a projekt megkívánja a zoomot, és még így is jobb lesz, mint hogyha iPhone-nal próbálkoznék. Itt vagyunk tehát Dunakeszi gyártelepen, és láthatjátok, hogy itt van a Dunakeszi járműjavító, ahol benne állnak ezek a csodás egyiptomi kocsik. Ugye ezekből több is készült, tehát első osztályú, másodosztályú, sőt harmadosztályú is van belőle. Most, hogy ezek konkrétan első, másod vagy harmadosztályúak, azt nem tudom, ugyanis sehol nem látok egy ilyen jelzést erre. De nem az egyiptomi kocsik miatt jöttünk ide, de gondoltam, hogy akkor már itt megtekintjük őket. Hát ami miatt jöttünk, azt nem tudom, hogy meg tudjuk-e tekinteni. Én látni véltem a vonatból, szóval elméletileg be fogok tudni zoomolni, és valamit fogok tudni nektek mutatni, de akkor már itt gyorsan az egyiptomi kocsikon menjünk túl. Kis érdekesség. De hát azért ezeket láttátok már eleget, én azt gondolom, nem csak nálam, hanem más videósoknál is. Nos, tehát ami miatt jöttünk, ezek a kínai Vezbános, tehát a Vezbánra készült motorvonatok, mint láthatjátok, jól össze van graffitizve. Igen, hát itt a kerítésnél vagyunk, ezért nem tudok nektek ilyen jó snitteket csinálni, próbálkozom. És van egy ilyen magyar koprodukció, hogy konkrétan Dunakeszi miben veszi ki a részét, azt nem tudom, hogy őszinte legyek. Az ION találtam egy cikket, amiből sok dolog számomra nem derült ki. Így néznek ki ezek a csodamasinák. És ebből egy itt egészen jól látható helyen van. Nem tudom, hogy van-e itt belőle több is, de mivel kaptam egy ilyen füles, gondoltam, kijövök és lefilmezem nektek. No, én nem gondoltam, és ez most már a Vágó Bence, hogy ennél komolyabb videót fogok készíteni, mint amit itt eddig láthattatok meg, amit ezek után majd fog következni az ott felvett történésekből. Mert hogy tényleg csak kaptam egy fülest, hogy ez ott áll a kapu közelébe, most nézzem meg, most videózzam le, ha tudom, meg ahogy tudom, mert ki tudja, hogy meddig lesz ott. Viszont a történet ennél jóval érdekesebb, és egy kicsit beleástam magam a témába, úgyhogy egy csöppet akkor egy kis összefoglalóban itt részletezném, és megszakítom ezzel az adás folyamot. A CRRC a világ legnagyobb vasúti járműgyártója, és kicsit ugorjunk vissza az időbe, Csehországba kezdődött a kálváriája a cégnek, még 2016-ban, amikor is az egyik magánvasúti szolgáltató, a Leo Express, ugye ismerjük őket, három villamos motorvonatot rendelt. Ezeket becenevükön úgy hívják, hogy Sirius. Hamar kiderült, hogy a motorvonatok nem felelnek meg az európai műszaki előírásoknak, így a kínaiak több ponton is módosították a vonatokat, de azok végül mégsem kapták meg a szükséges engedélyeket, ezért a Leo Express felbontotta a CRRC-vel kötött szerződést, és elállt a járművek megvásárlásáról. Egyébként ezt magyar oldalon is megtaláljátok, mármint maga a történetet, ajánlom is, és le lesz linkelve a totalcar.hu-n. A vonatok egy évet álltak, majd később egy másik magánszolgáltató, szintén ismerjük, a RegioJet társaságába folytatta a kálváriát, ahol szintúgy nem voltak vele megelégedve, így elálltak mind a vásárlástól, vagy egy esetleges bérleti jogtól. És úgy néz ki, hogy Ausztriában is hasonló a történet, ugyanis amiket itt láttok, szintén ugye a CRRC-nek a gyártmánya, ezek a motorvonatok a Vezbánhoz érkeztek, ám egy napot nem töltöttek még utasforgalomba. Folyamatos tesztelésen voltak, vannak, bár azt nem tudom pontosan, hogy most vannak-e, de voltak, van is rengeteg videó a YouTube-on róluk, viszont nem kapják meg a szükséges engedélyeket ahhoz, hogy ezek utasforgalomba kerüljenek. Tehát a csehek után az osztrákok sem elégedettek, és az érdekessége, hogy a CRRC-től vásárolt Szerbia is motorvonatot, illetve folyamatban van ez a vásárlás, illetve a járműveknek a leszállítása, és ugye ezek a járművek szeretnének majd Magyarországra is bejönni. Kíváncsi vagyok, hogy ott hogy fog zajlani az engedélyeztetést, illetve annak a folyamata, hogy Magyarországra ezek bejárhatnak-e majd. Másik érdekesség, hogy akiknek nem volt problémája a céggel, azok a románok, akik szívesen fogadják ezeket a motorvonatokat, illetve nem konkrétan ezeket, hanem a CRRC-nek a motorvonatait. Tehát tulajdonképpen a CRRC-nek nincsen félnivalója attól, hogy a cseh, illetve az osztrák negatív tapasztalatok után elveszíteni az európai piacot, hiszen az egyik romániai vasúttársaság, ahogy mondtam, az Astra Trans Carpatic,
remélem, hogy jól mondtam, biztos, hogy nem. Nemrég 20 Sirius motorvonatot vásárolt, ezek a vonatok pedig egy év múlva állnak forgalomba a Konstanca-Brassó-Bukarest vonalon. Mindenképpen érdekes, és a végére még egy ilyen összeesküvés elméletet azért ide szegeznék nektek, hogy mit keresett a Dunakeszi járműjavítóba ez a veszbános jármű, miközben köztudomású, hogy a Veszbán igazából letett erről, és nem véletlenül rendelt még több kiszt. És azért azt se felejtsük el, hogy ugyanez a kínai cég, ahogy mondottam is nektek, a szerbeknek gyártja a motorvonatokat, melyek Magyarországra is fognak közlekedni. És ugyanez ennek a cégnek most a motorvonata itt van nálunk, és a kínaiakkal mi egészen jóba vagyunk, és a kínai, vagy a kelebiai beruházásba is a kínaiak részüket veszik ki. Szóval mi van, hogyha láthatjuk majd még ezt a járművet mávos színezetben? Ez csak egy kérdés, ez csak egy feltevés, és valószínűleg nem lesz így. Ettől függetlenül írjátok meg, hogyha tudtok róla valamit. Na, közben Kőbánya, Kispest, Hauptbahnhof. Közben megtudtam azt is, hogy ezek a motorvonatok évek óta tesztutásokon vannak Ausztriában, mármint nem ez a Szili. Na, ezt tudták összekukázni itt a nyári szezonban a Ceglédi zónának. Nézhetitek, milyen vegyes felvágott. Szóval, hogy évek óta nem tud futni utasforgalomba, és már ilyen 2023-as, meg 22-es, 23-as próbákat mindenképpen találtam a osztrák oldalba. Közlekedési hatóság nem ad neki futásengedélyt. Annyira eltér az európai standardtől. No, hát egy Szili után egy fecske. Aztán azt hinnétek, hogy még jön fecske, de nem, mert BMX kocsik jönnek. És a végére még egy fecske, azért beszél. De azért négy kocsit a csúcsba verakni, utaztatnám itt a balatoni MÁV fanokat, akik mindent is elvisznek a Balatonra érthető okoknál, vagy érthető okokból kifolyólag, viszont a hétköznapi munkás ember meg rohadjon meg a négy kocsis Ceglédi zónán. Kösz, MÁV, cuki vagy. Nem olyan rossz ez a kamera, egyébként neked tetszik. Többet kéne használnom.